az előadás téma, a cím az, hogy képek az űrből, és amit itt összefoglaltam, az igazából az, hogy a tanulmányaim során találkoztam egy ilyen eszközzel, aminek a segítségével hát meglepően könnyen lehet a föld körül keringő műholdak által sugárzott jeleket venni, és azokat egy másik programon átküldve dekódolni, azokból képeket csinálni. Úgyhogy ezt szeretném bemutatni most mindenkinek. Hát az otthoni eszközök az talán abból a szempontból túlzás, hogy ez nem feltétlenül úgy megtalálható minden nappaliban, vagy ilyesmi, de egészen könnyen beszerezhető. Azt hiszem, hogy ilyenkor tudománytörténetileg azt hívjuk, hogy visszamegyek a görögökig, de hát nem tudtam visszamenni a görögökig, csak Newtonig. Az ókori görögök még nem küldtek fel műholdat, és nem is gondolkoztak ilyenekem. Viszont Sir Isaac Newton már megfogalmazott egy olyan elvet, hogyha felmegyünk egy magas hegyre, és onnan vízszintes irányban lövünk ki egy ágyúból minél nagyobb sebességgel lövedékeket, akkor azok egyre messzebb és messzebb érnek majd földet, és van az a sebesség, amivel hogyha kilőjük, akkor már nem is fognak földet érni, mert egyszerűen körpályára állnak a gömbölyű föld körül. Az 1687-es évben kiadott munkájában jelent meg. A kis történeti ugrással elérünk a második világháborúig, ami a mindenféle technológiai fejlődésnek egy nagyon erős mozgatóruga volt ugye a hadászaton keresztül a hasonlókon. Ezen belül is igazából a vége, ami a fontos szerepet játszik a mostani előadás szempontjából, a nukleáris robbanó szerkezeteknek a feltalálása. Ez azért izgalmas, mert ez a találmány rettenetesen lerövidítette a problémáját annak, hogy mégis milyen hosszan kellhet egy város bombázni, a több hetes folyamatos légi eszközökkel, repülőgépekből történő bombázást azt lehet csökkenteni néhány pillanatra. Itt vannak ilyen kisebb adatok, amiket így elmondanék, hogy ez a például a Fatman, az egyik ledobott ilyen atombomba hossza az 3,5 méter, körülbelül 4 tonna tömegű és 22.000 tonna TNT-vel megfelelő robbanó erővel rendelkezik. Ehhez képest például egy B-17-es bombázó az egyszerre körülbelül 1,8 tonnát tudott szállítani hosszabb távra, szóval el lehet képzelni, hogy micsoda fantasztikus találmány volt az atombomba, kisebb iróniával. Valami begerjedt, bocsánat. Megemlíteném, illetve visszatérnék, hogy igazából azért fontos az atombomba szerepe, mert ez az, ami előre lendítette az igényt arra, hogyha van két nagy hatalom, ami lett ugye a másik világháború után, akik egymástól egynek távolságra vannak, akkor jó lenne, ha már megvan ez a remek eszköz, akkor a föld egyik pontjából a másikba azt a szerkezetet minél gyorsabban és minél pontosabban eljutatni. És igazából ez vezette előre a rakétatechnológiának a fejlődését, a rohamos fejlődését. Ebben a világháború után kirajzódó történetben fontos szerepet játszik például Werner von Braun nevű rakétamérnök, német, illetve náci rakéta teszteket végzett, a V2-es rakétának a fejlesztése kötődik közvetlen a nevéhez. Ugye a náci birodalom bukása után pedig az amerikaiak hát ölelték szerető karjaikba, és javasolták neki, hogy számukra építsen ilyen megfelelő rakétákat, amiknek a hegyében ezentúl például nukleáris robbanótöltet lehet. Az orosz oldalon a legfőbb karakter ez a Szergej Korolev nevű úriember, aki szintén ilyen légtechnikai mérnök, repülőgépek fejlesztésén meg ilyeneken dolgozott, illetve az ő nevéhez kötődik. Neki is van egy érdekes szála, például az, hogy 1938-ban Szibériába lett deportálva a szokásos tisztogatási projektek miatt, tehát valaki beárult valakit, az pedig ment Szibériába, ez rá is igaz volt, több hónapot töltött el ott, és ott rettenetesen leromlott az egészségi állapota, és onnan halázták vissza, miután kiderült, hogy mégis szükség lenne ilyen rakétatervező mérnökökre, és hogy jó, mindenképp jó döntés volt vissza szerezni onnan, mert ő játszott fontos szerepet a szovjet interkontinens ballisztikus rakéták fejlesztésében.
neki volt az, az az ötlete, illetve győzte meg a szovjet vezetést, hogy ne kizárólag arra használjuk ezeket az eszközöket, hogy robbanó fejeket szállítsunk A-ból B-be, hanem sokkal jobban lehetne demonstrálni a technológiai fejlettséget az amerikaiaknak úgy, hogyha ennek a robbanó fej helyébe egy ilyen kis egységet, egy szondát tennénk. Ez volt a Sputnik 1, az első mesterséges műhold, ami körpályára állt a Föld körül, demonstrálva azt, hogy a szovjeteknek van erre technológiájuk, tehát hogyha a Föld körül körpályán tud állni, akkor oda tud, akár oda landolhat, ahol csak szeretne. Ez okozta, ugye az 1957-es fellövése után a Sputnik sok nevezetű eseményt, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak, mikor megtudták, hogy a fejük fölött elhalad egy ilyen szovjet gyártású, orosz gyártású űregység, akkor kétségbe estek, hogy az hogy kerül oda, minek ment oda, és mi lesz, hogyha legközelebb az egy robbanó töltet lesz. Ez nem csak optikai, nem csak szemmel lehetett megfigyelni egy ilyen kis fénypontot az égen, hanem rádióamatőrök tudták venni a jeleit, ezzel igazolva, hogy ez tényleg ott van, és most megpróbálnám lejátszani ezt a hangot, hogy mit lehetett venni rádióba, hogyha megfelelő frekvenciára hangolták ezeket az eszközöket. Valami ilyesmit. Nem tudom, hogy hallatszott-e. Rengeteg amerikai pánikszerűen próbálta dekódolni, hogy mit jelentett ez a pittyogás. Semmit nem jelent az égvilágon, azt jelenti, hogy ott van. Igazából azt kell tudni erről a gömbről, hogy 58 centi átmérőjű maga a gömb, amiben a mindenféle műszer van. Gyakorlatilag egy nagyobb méretű strandlabda, ehhez képest viszont 83 kiló tömegével nem olyan kényelmes erre a sportra. A földközelpontja az 200 kilométer, bocsánat, a földtávol a 200 kilométer és 94 kilométer a földközel, tehát nem sikerült pont gyönyörű kör alakú pályára helyezni. 96 perc alatt kerültem meg a földet, és 3 hónapig volt ez a föld körül. 3 hónap elteltével a légköri súgódás miatt belezuhant a földbe, és hát gyakorlatilag meg azt hiszem, hogy megsemmisült. Ez volt az első földkörüli pályára állított mesterséges műhold, vagy hát mesterséges szonda, tehát a műhold az már magába fogja ezt. Azóta rengeteg ilyen lett felküldve, ez egy közkedvelt kép. Itt a műholdakat egy-egy kis pont szemlélteti, ez nem így néz ki a valóságban, senki ne higgye azt, hogyha ez így néz ki, akkor a napot nem lehetne látni nappal. Viszont valóban azt lehet mondani, hogy több ezer műholdat azóta felküldve, és azok közül is a megsemmisültek, azok nehezítik az újabb műholdak felküldését, ez az űrszemét probléma, a Kessler-szindróma, a hasonlók miatt. De minket igazából ezek közül, tehát fel lehet tenni a kérdést, hogy ezek igazából mi szükség van ennyi műholdra, vagy egyáltalán műholdakra mi szükség van, hiszen a Sputnik olyan sok mindenre nem volt jó. Hát itt akkor fel lehetne sorolni, hogy ugye a GPS rendszer műholdakra működik, fel lehet küldeni egy kamerát, és annak a képét lesugározni. Ez sok mindenre jó, például meteorológiai mérések végzésére, illetve hát egyéb katonai tevékenységek, meg hasonló persze, illetve a távközlés is egy fontos szempont, hogy műholdak segítségével a Föld egyik pontjáról a másikba információt szállítsunk minél gyorsabban. Ezek közül a műholdak közül minket most egyetlen egy típus fog érdekelni. Itt van ez a NOAA betű szó, ez igazából ezt a National Oceanic and Atmospheric Administration rövidíti. Ez egy amerikai vállalat, tehát hogy ez foglalkozik Amerikában az időjárási dolgokkal. Ennek a vállalatnak vannak műholdjai, rendszeresen küldenek fel, de ezek közül 4 az izgalmasabb, ezeknek nem túl fantáziadús nevük van, NOAA 15, NOAA 17, NOAA 18 és NOAA 19. Azt lehet tudni, hogy ezek könnyen elérhető frekvencián sugároznak, tehát egészen könnyű dekódolni, akár azzal az eszközzel is, hogy mindjárt megmutatok, illetve maga a dekódolási művelet is könnyen elvégezhető, tehát nincsen semmilyen módon titkosítva az, amit ezek küldenek.
gyakorlatilag sugározzák, ahogy csak tudják, de erre mindjárt visszatérünk, ugyanis azt még tisztázni szeretném, hogy ezeket a műholdak képeket készítenek a Föld felszínéről, de ne úgy képzeljék el, mint ahogy egy telefon készít fényképeket, vagy egy fényképezőgép, hanem inkább úgy kell kezdeni, egy szkennert, tehát hogy van benne egy, azt képzeljük, hogy van benne egy fényképező, de az közel 1000 pixel széles, és egy pixel magas. És ahogy halad a Föld felszíne fölött, folyamatosan végig pásztázza azt, és folyamatosan küld is le, hogy éppen egy ilyen sorban a pixelek azok milyen fényerejűek. Kicsit közelebbről is mutatnék egy ilyet, csak hogy el lehessen képzelni. Ez konkrétan 0,17-es egység. Azt érdemes tudni róla, hogy másfél tonnás objektumról beszélünk, ami 800 kilométeres magasságban kering a Föld körül, ugye a közel 26 ezer kilométer per órás sebességgel 100 perc alatt kerüli meg a Földet, és mindeközben 800 watt teljesítménnyel sugározza azt, amit éppen lát. Itt egy érdekesség, ez egy gyakori kép, gyakran lehet ezzel találkozni, és pont ezekhez a műholdakhoz kötődik, ez a szerencsétlen eset, ez a NOAA 19-es, ezt csak érdekesség mutatom meg, hogy 2003. szeptemberében úgy próbálták átállítani az őt tartó platformot vízszintesből függőlegesbe a szállítás érdekében, hogy nem ellenőrizték, hogy a rögzítő csavarok biztosan a helyükön vannak-e, és hát nem voltak, tehát hogy gyakorlatilag felborult ez a másfél tonnás egység, 135 millió dollárba került ennek a javítása ezek után, és 2009-ben lehetett fellőni a 2003-as baleset követő szervizelés eredményeképpen, tehát ha valahol azt éreznék, hogy valami hibát követtek el, gondoljanak, hogy soha nem követhetnek el akkor hibát, mint amit történtek. Ez egy teljesen más nagyságrend. Azt érdemes még megemlíteni, hogy ezek nem csak úgy az egyenlítő fölött keringenek, vagy hasonlók, ugye az a feladatuk, hogy képeket küldjenek a Földről, tehát célszerű napsütötte, vagy leginkább, legtöbbször napsütötte terület fölött elhaladniuk. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy úgynevezett napszinkron, poláris napszinkron pályán keringenek. Ez egy speciálisan beállított pálya, ami majdnem merőleges az egyenítőre. Óvatosan ki van számolva, hogy hány fok eltérés legyen, annak érdekében, hogy a pályája az év során ilyen árapályhatások következtében folyamatosan körbeforduljon. Itt látszik az, hogy ez a vörös színű pálya, ami nem napszinkron beállítással rendelkezik, az év során mindig ugyanabban az irányba mutat. Ez a megszokott dolog, ugye, hogy a föld tengely is, ahogy kering a nap körül, mindig ugyanabban az irányba mutat. Ehhez képest egy óvatosan, kellően precízen beállított napszinkron pálya, a zöld, az folyamatosan úgy fordul el, hogy mindig ugyanolyan pozícióban áll a naphoz képest. Az azért jó, mert mindig az esti, illetve reggeli zónán halad el. Ez kedvező abban az esetben, hogy fényképeket akar készíteni, mert akkor a fényviszonyok mindig ugyanolyan lesznek, és nem lesz ilyen hosszú szakasz, amikor teljesen sötétben halad az egység. Na és ami igazából az izgalmas, az ez hogy lehet ezekkel kommunikálni, ez a kérdés. Tehát, hogy teljesen jó, hogy ott fent vannak és küldenek képeket, de mi azokat hogy tudjuk venni? És erre való, ez az úgynevezett Realtek SDR, Software Definiált Rádió. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy pendrive, tehát USB porton lehet csatlakoztatni, csak nem lehet rá képeket meg filmeket feltölteni, hanem cserébe a másik oldalán van egy ilyen SMA csatlakozó, amire viszont egy antennát lehet kötni, és gyakorlatilag ez az eszköz semmi más, mint az ilyen hagyományos rádióknak a szoftveresen megvalósított verziója, ennek köszönhetően sokkal kisebb és praktikusabb is lehet, illetve csomó minden műveletet lehet elvégezni vele, amit ilyen rendes analóg rádióval nehézkes lenne. De térjünk vissza arra, hogy ezzel az eszközzel elvileg lehetne venni azokat a jeleket, amiket ilyen 130 MHz környékén sugároznak ezek a műholdak, abban az esetben, hogyha megfelelő antenna van csatlakoztatva az SMA bemenetére. Itt mutatok néhányat, tehát nem kell semmi bonyolultra gondolni, de akár nagyon bonyolultra is lehet gondolni. Egy egyszerűen két szára rendelkező, bizonyos szükséget bezáró, megfelelő hosszúságú
fényvezeték az gyakorlatilag megfelelő antennaként működik. Ehhez kb. 50 cm-es hosszúságú kell legyenek ezek, hogy a sugárosznak megfelelőek legyenek, tehát rezonánsak legyenek azon a frekvencián. Ezt a típus V-dipolnak hívják, mert V alakú, de azért vannak itt sokkal masszívabb szerkezetek is, amiknek jobb tulajdonságaik vannak. Nem fogom végigsorolni őket, mindenfélét lehet bonyolítani, ragaszkodnék ehhez, mert én is ilyet használok. Jelenleg azt mindenképpen kitüntetném, hogy ez két darab, két szár fém vezeték egymással bizonyos szöget bezáró módon. Felhívom figyelmet arra, hogy ezek nem egy vonalba esnek, tehát hogy a két rúd végpontja, meg azok meccéspontja, azok egy ilyen háromszöget határoznak, és azzal egy síkot, és ez a későbbiekben fontos lesz, mert ennek a síknak olyan pozícióban kell állni, amilyen megfelelő, tehát nem mindegy, merre fele forgatjuk ezt az antennát, mert az befolyásolja a vételi teljesítményt. Így néz ki gyakorlatilag a setup, így lehet műholdat venni, hogyha valaki valami sokkal durvábbra gondolt, akkor az sajnálom, hogy csalódást okoztam. Itt van maga a dipol, hozzá van kötve az SDR-hez, az pedig egy számítógép van csatlakoztatva, amely fut egy megfelelő program, bizonyos AirSpy nevezetű SDR Sharp program, és annak a segítségével, most nem a műholdat fogom megmutatni, hogy hogy néz ki, hanem elsőre csak ezt, bocsánat. Ez itt, elnyitom a videót, ezek itt a rádió sávra hangolt csatornák. Mindjárt világos lesz, hogy mi történik a képen. Ugye ezekből a legjobb és legfontosabb pillanatokat megmutatom majd. A jogosságodat. Aha. Szóval ami látszik, nem tudom mennyire hallatszik egyszer a hangot, meg megy a videónak hangja. A lényeg, hogy ugyanezzel az eszközzel lehet venni azokat a jeleket is, amiket az ilyen hírközési rádió sugároznak, tehát amit az autórádióval is lehet venni, és ez azért jobb, mint egy sima autórádió, mert szemléletesen látszik is, hogy ezek a huplik itt, ők a rádiócsatornák. Persze, ami itt látszik, az nem az a frekvencia, hogy ezek az úriemberek beszélnek a rádióban, erre mindjárt kitérek, hanem ennek a frekvenciabeli változata, tehát ezek itt a különböző frekvenciai rádióadók, és látszott, hogy ahogy kattintottam egyikről a másikra, áthangolódott maga a rádió, ahol nincsen adás, ott csak zaj jön, és megyek is tovább a magyarázattal, mert hogy ahhoz azt azért úgy, tehát az olyan köztudott, hogy az emberi hang időtartományban valahogy így néz ki, tehát ilyen hullámformáról beszélünk, hogyha én folyamatosan mondok egy A hangot, akkor valami ilyen hasonló hullámos jel jelenne meg valami, például egy oszcilloszkópon, vagy a Windows Media Player is tud ilyet. Ehhez képest, ami itt látszott, ezen a kijelzőn, ez nem ez, hanem ez azt mutatja meg, azzal analóg, hogy milyen tiszta hangokból áll össze ez a beszédhang. Itt látható egy ilyen program, ez egy telefonra telepíthető applikáció, mindenkinek ajánlom, ez nem egy spektroid, ugyanis itt időtartományban jelenik meg, itt pedig frekvenciatartományban ugyanaz az információ, azt mutatja, hogy melyik frekvencián mekkora teljesítmény jön, és így lehet szétbontani más típusú információra ezt a jelet. Ebből csomó minden látszik, ami korábbiból nem, de hogyha valakinek ez még mindig teljesen bizarr, és fogalma sincs arról, miről beszélek, és felmerül benne, hogy egyáltalán hogy jut bárkinek eszébe ilyen, vagy hogy merül fel erre az igény, de mutatom, hogy igazából ugyanezt a tevékenységet, tehát ezt a frekvenciatartományba átkonvertálást, ezt el tudja végezni egy egyszerű kis üvegdarabka is. Szintén Newton volt az, aki erre rámutatott, hogy a prizma az például ilyet tud végezni, hogy bejön a napfény, és azt szétbontja különböző frekvenciákra. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy optikai Fourier transformátor, ez a kis eszköz, a prizma. Ugyanezt történik csak a hangsávban azzal, amit ezelőtt mutattam, kevésbé színes mindenképpen, és az is eltérő, hogy ez egy folytonos sáv más színekkel. Jellemzően, amit mi használni szoktunk, az megjeleníti azt, hogy melyik frekvencia, mekkora teljesítmény is érkezik be, ilyennel is lehet találkozni, azok valami hasonlóan néznek ki. Mellé van illesztve az, hogy az a frekvencia milyen színnek felelne meg, de igazából
ennek a görbének a magassága mutatja, hogy ott mekkora teljesítmény érkezik be, és igazából ez látszik, ez látszott azon a kijelzőn, amit ott mutattam az előbb, de nem mutatom megint, csak most nem a rádió tartományba hangolva, hanem ott, ahol a műhold érkezik, ugyanis mondtam, kb. 100 perc alatt kerülik meg ezek a műholdak a Földet, de mivel napszinkron a pálya, ezért az év során mi mindig csak akkor láthatjuk, mikor nálunk reggel van vagy este, akkor pedig, hogyha megfelelő helyre hangoljuk ezt az SDR-t, illetve megfelelően telepítjük az antennákat, meg hasonlók, akkor valami ilyesmit láthatunk. Remélem a hang is átmegy, mert ezt jó lesz figyelni. Látszik, hogy teljesen eltérő, mint a rádiósatornákon, tehát a kereskedelmi rádiókon sugárzott jelek. Ilyen pittyegő hang, hasonló kicsit, mint a Sputnik, viszont ez a Sputnik ellentétben hordoz információt, itt van egy másik felvétel is. És ez igazából, amit hallanak, ez konkrétan visszakódolható abba, hogy milyen, mit lát éppen a műhold. És megfelelő program segítségével ez kinyerhető. Annyi érdekesség van még, hogy miközben halad át ez az üregység, folyamatosan odébb tolódik, mindig balrább csúszik ez a jellegzetes görbe. Itt megemlíteném ebből a szempontból a Doppler hatást, ez egy nagyon használt ábrázolása ennek, hogy ha van egy hangkibocsátó forrásunk, és az halad, akkor hogyha előtt állunk, akkor magasabb frekvencián halljuk, hogyha mögött, akkor alacsonyabb frekvencián ugyanaz. Ugyanez igaz a fény esetében is, sőt, csillagászati példát is lehet erre megint hozni, hogyha távolodik tőlünk egy csillag, akkor ezek az elnyerési vonalak azok vörösebb irányba csúsznak, hogyha pedig közeledik, akkor kékebb, de hogyha pedig radiális sebesség nincs, akkor ugyanott vannak a vonalak, mint egy laboratóriumban lennének. Viszont miután felvettük ezt a hangot, tehát az a feladat, hogy miután megvan az jel, fel lehet venni, mint egy rádiódás, mint a rádióban sugárzott zenét, hogy azt újra visszahallgathassuk, csak mi nem újra fogjuk visszahallgatni, hanem dekódoljuk. Vannak olyan programok, amik ezeket automatikusan megcsinálják, de szemléletesebb, hogyha megmutatom, hogy MATLABban írtam egy ilyen programot, ami ezt konkrétan megcsinálja. Így néz ki az a jel, amit hallottak az előbb, illetve annál kicsit hosszabb. Itt alul van az idő, tehát ez már időtartományban, nem frekvenciában, azért nem olyan tüskés. Ez pedig az amplitúdó, tehát ez simán egy hangjel. Ez lejátszható egy hangszóron, és ez az hallatszódni fog olyan pittyegásként, mint ahogy az előbb is mutattam. Pedig van figyelmet rá, hogy itt egy ilyen beosztás az 60 másodperc, és beleközelítünk kicsit, hogy jobban látható legyen. Itt már ilyen látható ez a periodikus jellem. Itt felé van megint figyelmet, hogy ez már egy beosztás 1 másodperc. Ha még közelebb megyünk, akkor valahogy így néz ez ki. Ez már hasonlít ahhoz, mint amit mutattam korábban, hogy milyen egy emberi hangképző szerv által kibocsájtott hang, csak természetesen teljesen más jellegű, de azért azzal összehasonlítható. És azt állítom, hogy ebből dekódolni lehet, hogy a műhold éppen mikor mit lát. Látszik, hogy 1 másodperc alatt kb. 2-szer jön ugyanolyan típusú kis ilyen csomag. Ezek gyakorlatilag azok a pittyegések, tehát ami ott hallatszott, azok ez a pitty jellegű hang. Ezzel, amit, hogyha még jobban belenagyítok, akkor pedig látszik ez a frekvenciás hullám, semmi egyéb, tehát ez már túl nagy belenagyítás ahhoz, hogy bárján ki lesen olvasni. Viszont, amit csinálni kell ezzel a jellel, az, hogy egyrészt vannak benne ilyen vágások, ilyen ugrások. Ez azért van, mert hogyha hangoljuk a rádiót, hogy ugye mindig középen legyen az a frekvencia, ami ugye a Doppler miatt csúszik el folyamatosan, hiszen ez egy nagy sebességgel adó műhold, úgy, mint az a kis mentőautó, akkor ez így jelenik meg ebben a felvett hangban. Ezt ki kell javítani, ezt úgy lehet kijavítani, hogy egy alulátveresző szűrőt illesztünk rá, azt, hogyha több mint 20 percen lenne, akkor azt elmondanám micsoda, nem mondanám micsoda. Egyszerűen megtaláljuk a közepét, és azt így kivonjuk belőle, ki lehet egyenesíteni ezt az egész sávot, és utána, mint egy félbehajtott papírlapot, vagy ezen a vörös vonalon meghajtott papírlapot felhajtjuk az alsó rész felülre, akkor valami ilyesmi lesz, illetve igen, ilyesmit kapunk. Ha erre megint ráengedünk egy alulátveresző szűrőt, és azt érjük, hogy milyen magasra mennek fel, mikor ezek a kis tüskék, akkor valami ilyesmi lesz, és ez már nekünk tökéletes, ez már nagyon jó.
ugyanis ha megnézzük, hogy mikor milyen magasan van ez a kis vonal, és ahhoz rendelünk egy szürke árnyalatot, minél magasabb, annál világosabb, minél mélyebb, annál sötétebb, akkor, és egymáshoz illesztjük ezeket, tehát ha kapunk egy hosszú szalagot szürke árnyalatokkal, és azokat megfelelő helyeken elvágjuk, és egymás alá illesztjük, mint egy ilyen kis mozaikot, akkor ilyet kapunk. Ez az belőle. Hogyha ez meglepő, akkor azért megmutatom, hogy nem csaltam, tehát tényleg ez történik itt. Itt mellé illesztettem ezt a kis görbét, és itt látszik az, hogy azokon a területeken, ahol mélyebb ez a jel, tehát kisebb az értéke ennek a jelnek, ott vannak a sötét égjük, ez konkrétan az olasz csízemeleti tenger rész, ahol pedig magasabb ott vannak a világosabbak, esetleg egy kis pamacs felük, meg hasonlók, újra tenger, meg újra ilyesmi. Itt vannak ezek a sávok, azok szinkron jelek, azok arra valók, hogy szépen lehessen illeszteni a képet, meg a hasonlókat csinálni. Hogyha egy szofisztikáltabb programot használunk ehhez, vagy többet dolgozunk rajta, akkor ilyesmit tudunk megkapni. Mondom, ezek csak egymás alá megfelelően illesztett sorocskák, és azokból rajzolódik ki ez a kép gyakorlatilag Európáról. Nem szeretném, hogy bárki meglepődjön, azért Európáról van egy kép, mert Európa fölött tud elhaladni úgy a műhold, hogy én azt venni tudjam, mert én Európában lakom. De hogyha valaki odébb menne, tehát hogyha valaki ugyanezt a tevékenységet elvégezni, mondjuk Dél-Amerikában ott, akkor Dél-Amerikában készült képeket kaphatna. Itt még van egy kis részletezés arra, hogy mikor mi történik, igazából az idő rövidsége miatt áttérnék arra, hogy egyszerűen csak ez az a rész, ahol képeket mutatok arra, hogy milyen felvételek készültek. Tehát ez egy rövidebb szakasz. Nagyon látványos, hogy két kép van, ezt megjegyezném, az egyik a sima látható tartomány, a másik meg infravörös, tehát ez a különbség, de igazából ugyanaz mutatja mind a kettő. Az egyik néha jobban látszik, mint a másik. Van is, hogy egyik sárcik normálisan. Ami viszont szerintem nagyon látványos és gyönyörű, hogy például az ilyen nagy vízfelületeken be tud csillanni a nap, ahogy reggel fel kell, és a műhold olyan szögben halad el. Ez például, ami itt látszik, a fekete tenger, illetve a belefolyó Dnyeper. Kréta gyönyörűen kirajzolódik a földközi tengerrel, ott az Alpok látható, nagyon szegélyezett módon, és hát nem tudom, és még lapozgatok, és szerintem felismerhetőek az alakzatok, ott van Ciprus, nem tudom, hogy ha esetleg valaki földrajz tanár, akkor annak azt tudom javasolni, hogy nekem a vaktérképektől mindig a hidegráz, tehát mindig hidegrázásom volt, sose értettem, hogy ez mire jó, ez viszont lenyűgöző, tehát itt valódi képeken lehet valódi objektumokat megfigyelni, illetve időjárás jelenségeket, tehát bele lehet gondolni abból, hogy itt van például csak ez a felhő, ez mekkora méretű, úgy, ahogy van. Hogyha esetleg vaktérképezni akarnának a diákokkal, vagy hallgatókkal, vagy bárkivel, akkor azt javaslom, hogy ne ilyen szegélyezett, külön tenyésztett fekete-fehér képeket, tehát a hagyományos képeket nyomtassanak, én inkább ilyeneket, ezeket sokkal izgalmasabb bejelölni a földrajzi jellegzetességeket. Ez az egyik legjobban sikerült kép abból a szempontból, hogy ezen, ami még látszik, az, hogy a Dunának a vonala becsillan a napfényben, illetve ott van mellette a Balaton is, be lehet lőni, illetve az ott, ha minden igaz, a Velencei tó, de az már tényleg csak néhány pixel tesz ki, de ez valahogy úgy, tehát hatalmas élmény kimenni az udvarra, ott felállítani ezt a rendszert, 10 percen keresztül hallgatni ilyen pittyogást, aztán azt beimportálni egy programba, és megkapni ezt, hogy néz ki abban a pillanatban egész Európa. Úgyhogy ezt bárkinek javaslom, akinek kedve van ilyenhez. Nem csak NOAA műholdakat lehet dekódolni, hanem itt van például a Meteor M2-es élő orosz műhold, ami a színes képeket sugar, ez kicsit más módszerrel küldi ezeket a képeket. Erre nem is térnék most kicsit, csak inkább átpörgetném ezeket a képeket, hogy aki hiányolta a színeket, az most megnyugodhat. Ezeken is látszik a Balaton, Alpoknak hasonlók, illetve ez amúgy is egy jó program, tehát hogy én ezt többször megcsináltam, hogy lelkes iránkezőkkel kimentünk magas helyekre, ahol nem voltak árnyékoló tényezők, és ott vettünk műholdakat, a táborokban is meg lehet csinálni, mindenki nagyon lelkes volt, és mindenkinek javaslom, hogy próbálja ezt ki, RTSDF-t kell keresni, illetve NOAA Meteor dekódolás, beírja Google-be, akkor 1001 helyen talál erre megoldásokat. Szerintem egy nagyon jó program, sok sikert kívánok hozzá minden érdeklődőnek, és köszönöm a figyelmet. Jó,
Akkor megkapom a hangot. Halló? Igen. 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 Köszönjük szépen, nem volt szívem megszakítani ezt a szép kis előadást. Közben volt egy kérdés az interneten, de a válasz elhangzott rá. A kérdés az volt, hogy mennyi ideig lehet menni az átfaladó műhold jelét. Legfeljebb 10 percig. Ezt szépen ki is jön amúgy, hogyha valaki kiszámolja, hogy mennyi idő alatt megy át, hogyha pont a fejünk fölött halad el egy ilyen műhold, hogyha 800 km magasan kering, és 100 perc alatt teszi meg a pályáját. Viszont, hogyha nem pont a fejünk fölött megy el, hanem alacsonyabb, akkor az jóval kevesebb, de akkor jóval zajosabb is a jel. Tehát akkor vannak ezek a szürke zajos sávok a képben. Tehát legfeljebb 10 perc.